Nemzeti emlékhelyé vált a Pannonhalmi főapátság, az ezt jelképező sztélét szerdán avatták fel. Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát az ünnepségen arról beszélt, a főapátság az egyetemes keresztény küldetésben részesült, így teljesíti azt a követelményt, hogy a nemzetet a maga sajátos keresztény módján fölemelje, nevelje és Istenhez vezesse. Hegyi László az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az avatási ünnepségen hangsúlyozta, hogy a pannonhalmi főapátság a múlt és a jövő hírnöke is. Az ezer éves hagyományjal rendelkező apátság, amelyben összeegyeztették a modernséget az örökléttel, a XXI. század nyelvén beszélő lelki-szellemi centrum is. Jelenleg 13 nemzeti emlékhely van az országban, amelyek sorába tavaly decemberben emelték a Pannonhalmi főapátságot. Egységes megjelölésükről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik. A felállított sztélék nem csupán egységesek és könnyen felismerhetővé tették az emlékhelyet, hanem tömören a jelentőségükről is tájékoztatják az érdeklődőket.